A Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karának legmagasabb szinten képzett oktatóitól lesettek el fortélyokat, két napon keresztül a tolnai Fusz János zeneiskolában tanuló diákok és az őket oktató pedagógusok. A gyerekek egy újfajta technikát, egy újfajta megközelítést látnak. Ugye a művészet az mindig érzelmekről és mindig megközelítési módokról szól. Ugye elvileg korrekten látjuk a kort, tehát mégis mindenkiben más képeződik le, és mást adunk át a diákoknak. Minden egyes mester, minden egyes irányzat más, és mást tart fontosnak, mást emel ki. Ettől lesz olyan sokszínű az előadásmódunk. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy ilyenkor egy gyerek másféle szempontokat is lát, nem csak azt, amit a tanárától tanul. Harmadik éve már, hogy nyáron több napos mesterkurzusokat tartanak a tolnai Fusz János zeneiskolában. Visszajáró gyerekeink vannak, sok évvel ezelőtt kezdődött ez a tábor, amikor még egész kicsik voltak, és nyomon tudjuk követni a fejlődésüket. Segítjük őket a következő évi versenyekre való felkészülésbe, van, aki továbbtanulásba kapott tőlünk segítséget, és nagyon nagy szeretettel jönnek a kollégák is, akik hallgatják az órákat, és közös munka folyik köztünk és köztük. A kétnapos nyári mesterkurzuson idén 26 fiatal tolnai zenész és zenetanuló diák vett részt. Rengeteget tanítanak, és jó szakmai tudással rendelkezőek tanítanak itt, viszont ugye technikailag tudnak nekem sokat segíteni, mint zeneileg is, mint magyaráznak esetleg a darabokról, a szerzőkről, megismerem a szerzőket jobban, és ezáltal is máshogy tudom játszani az adott művet. Kilenc éve fuvolázom. Eleinte klarinétozni szerettem volna, de mivel egy nagyon jó barátnőm is fuvolázni szeretett volna, így úgy döntöttem, hogy próbáljuk meg, és azóta csinálom megállás nélkül. Voltak nehezebb, könnyebb időszakaim is, és egy időben zenei pályára is készültem, de hát közbeszólt egy-két dolog, úgyhogy de még mindig azért tartogatom ezt a zenei pályás dolgot. A mesterkurzusnak köszönhetően a diákok a fuvola mellett zongora és gitár különképzésen is részt vehetnek a kétnapos program során. Gitáron játszok 8 éve, és hát szeretek gitáron játszani, mert ugye itt a zeneiskolában is sokat gyakorlunk, meg sokat tanulok, meg otthon is szeretek elektromos gitáron játszani például, meg így haverjaimmal is. Például én szoktam otthon számokat írni, meg fel is szoktam venni, és hát én leginkább így szeretem kamatoztatni. Ugyebár arról szól az egész, hogy eljátszok egy-két dalt, és akkor egy másik gitártanár az mondja, hogy miket lehetne javítani benne, meg hogy mit, hogyan játszak, és elég sok mindent lehet így csípni belőle. És ahogy néhány perccel ezelőtt elhangzott, a mesterkurzuson nem csak a zeneiskola diákjai tudnak új megközelítési módokat is tanulni, hasonló a helyzet a pedagógusaikkal is. Mi már kezdünk egy idő után egy kicsit bele vésődni abban a módszertanban, amit mi magunk csinálunk. Kicsit kitekinthetünk, hogy más ugyanezt hogy csinálja. Nagyon sok olyan impulzust kapunk, amitől egy picit átugrik a gondolkodásmódok más vonalakra. Különböző irányzatok vannak. Ugye a Magyarországon jellemző Kodály módszertanhoz képest Európa országában is sokféle módszertan létezik, és újfajta technikai kihívásokkal is meg kell küzdenünk. A fuvolánál is számtalan újítás van, most például fejekkel próbálkozunk, hogy másfajta megszólalásos módot adnak ki a hangszerek. Úgyhogy ezeket az irányzatokat, az új irányzatokat természetesen mi is próbáljuk követni. Mi
nagyon nagy örömmel foglalkozunk a fiatal generációval, hisz belőlük lesznek a későbbi szakmára készülő középiskolások. Ezek a kisebb gyerekek is rendkívül éretten nyúlnak a zenéhez, köszönhetően a nagyszerű tanáraiknak, akik olyan előkészítettséget adnak nekik, amire mi ez alatt az egy hét alatt építeni tudunk, és ez bizonyítja majd a zárókoncert.